Vizsgáljuk meg a plazmolízis jelenségét egy burgonyán. A plazmolízis az különböző koncentráció oldatok esetében a koncentráció gradiens kiegyenlítésére törekszik. Ekkor az történik, hogy nagyobb koncentrációi hely felől alacsonyabb koncentrációi hely irányába, illetve fordítva, hogyha membránon keresztül zajlik a folyamat, akkor a kisebbtől a nagyobb koncentrációi hely felé történik anyagáramlás. Nézzük meg, hogy a burgonyában mi történik akkor, hogyha veszünk egy olyan burgonyát, amely éppen nem esik bele egy Erlenmeyer lombiknak a száján keresztül a lombikba. A burgonyát belül úgy vájtuk ki, hogy egy nagy üreg keletkezzen benne, és ebbe az üregbe konyhasót, nátriumkloridot teszünk. A burgonyába vájt üregbe annyi sót teszünk, hogy lényegesen töményebb legyen az oldat az üregben, mint amilyen a burgonya szöveteiben. Tehát akkor az üreget szinte megtöltjük sóval, és ezután ide teszem a lombiknak a szájába. Tegnapi nap folyamán pontosan egy ilyen kísérletet állítottam össze ezzel a másik burgonyával, és akkor nézzük meg, hogy mi lett ebben az esetben az eredmény. Most ebben a lombikban a krumpli benne található, aminek az a magyarázata, hogy a sejtekből víz áramlott a só oldathoz. Ennek a folyamatnak tehát az a lényege, hogy a sejteket egy szemipermeábilis membrán határolja, kismolekulájú oldószert a vizet átengedi, ezért a víz a sejtekből a só oldatba áramlik, a koncentráció gradiens kezd kiegyenlítődni, és ezért a burgonya szövetei vizet veszítettek, összezsugorodott és beleesett a lombikba.